Az elmúlt évben félbeszakadtak a bajnokságok, azt megelőzően viszont kétszer is megnyerte a döntőt az NKK 5-ös együttese. Az idei idényben a koronavírus járvány a nyíregyházi csapat teljesítményére is rányomta a bélyegét, több olyan győztes meccsük volt, amelyen nem tudtak a kötelező létszámban megjelenni, így a szabályok értelmében az ellenfél kapta pontokat. Mivel az országos főtáblára nem került fel Ferenczi Tamás csapata, a regionális bajnokságban folytatták, ahol az első helyen végeztek a Debrecen, a Miskolc és a Jászberény előtt. Az elmúlt hétvégén pedig a Vescsik iskola tornatermében rendezték meg a regionális bajnokok döntőjét. Az első mérkőzést a Békéssel játszottuk. Látszott, hogy régen játszottunk meccset, edzőmeccsekkel nem tudtunk készülni sajnos, mert a serdülő országos döntőt, illetve a B döntőt hamarabb rendezték meg, és mind a nyíregyházi, mind a debreceni csapatok ott érdekeltek voltak. Úgyhogy mondhatni azt, hogy szinte edzőmérkőzés nélkül játszottuk le a három mérkőzésünket. Az elsőn 3 ponttal kikaptunk egy szoros végjátékban, délután játszottunk a Sopronnal, utólag kiderült, hogy a legszorosabb mérkőzést mi játszottuk a későbbi győztessel, és vasárnap reggel is jelzem, hogy 24 órán belül ez már a harmadik mérkőzése volt a srácoknak. Egy utolsó egylabdás mérkőzésen sajnos 1 ponttal kikaptunk. Az edző a körülmények ismeretében a 3 vereség ellenére is elégedett volt csapata szereplésével. Ha valaki évelején azt mondja, hogy eljuthatunk ide, és itt jól tudunk szerepelni, illetve jó játékot nyújtunk, akkor kicsit olyan hihetetlennek tűnt volna ez nekem, hisz volt olyan, hogy október-november hónapban még azt se tudtunk, hogy hol tudunk egyáltalán edzeni, ugye az iskolák belettek zárva. Heti 2 alkalommal Újfehértóra utaztunk, és este 8 órától edzett a csapat 9:30-ig, míg ellenfeleink közül annak, akinek saját tornaterme volt, vagy olyan iskolában tudott edzeni, ahol az igazgató hozzájárult ahhoz, hogy ők bejárjanak. Ők továbbra is heti 5 edzéssel készültek. Aztán ugye a naptári év elején, január-február hónapban a mi lehetőségeink is sokkal jobbak lettek. Szülők is azt mondom, hogy partnerek voltak, újra jártak a gyerekek edzésre, és a végén már eljutottunk oda, hogy mind a 13 játékosunk, aki ezen az eseményen részt vett, rendszeres edzés látogató volt, és végül is fölkészülni föl tudtunk erre a tornára. Talán ha 1-2-3 meccsel többet játszunk a torna előtt, akkor ez a 3 és 1 pontos vereség, az lehet, hogy pont fordítva győzelem lehetett volna, és akkor nem negyedikek, hanem másodikok vagyunk ebben a bajnokságban. A játékosok június végéig edzenek, mint az edző elmondta, a sok kihagyás miatt mindenkinek van bepótolnivalója. Szombaton a Sitkó Ernő 3x3-as emléktornán, július 19-én pedig a hagyományos utcai kosárlabda fesztiválon lépnek majd pályára az NKK 5-ös fiataljai.